erről a szeretetről, erről a szeretet országról, erről a szeretet uralomról, amit Isten országának hív a Szentírás, a saját életéről tett tanúságot, és kiválasztott tanítványokat, apostolokat, és arra rendelte őket, hogy ők is tanúságot tegyenek arról az örömhírről, hogy Isten szeretet uralma elérkezett közénk. Mi ennek tanúi vagyunk, ezért tettünk keresztények. Ezért választott ki minket a mennyei Atya, hogy fiának, Jézus Krisztus testének a tagjai legyünk, mert küldetés szánt valamennyünknek. Ez többről szól, mint arról, hogy tisztességes, becsületes emberek legyünk, akik kevés bűnt követnek el, szakadják az erényeket, és jó egyháztagok vagy állampolgárok lesznek. Ez mind fontos, de ennél sokkal többről szól a küldetésünk. Nekünk, keresztényeknek Isten azt a küldetést szánta, hogy az életünkkel tanúságot tegyünk arról az örömhírről, amelyre a világ várt és ma is vár, hogy Isten szeretet uralma elérkezett közénk. Isten országa, mennyek országa elkezdődött, és mi küldöttek vagyunk, küldött bennünket az Isten arra, hogy meghívjuk az embereket ebbe a szeretet kapcsolatba, Isten országába. Megrendítő Isten bizalma irántunk. Ránk bízza a legfontosabbat, Isten országának az örömhírét. Megbízott, hogy stílusban
stilisztikai dolgokban segítsen. Szenvedésed misztériumait. Add, hogy akik követik Krisztust, türelemmel hordozzák keresztjüket, és egykor boldogan örvendjenek dicsőséged megnyilvánulásának. És áld meg, kérünk, ezt a keresztutat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük Püspök Atyának, hogy megáldotta az újonnan épült keresztutat. Most pedig kérném, hogy Soltész Miklós államtitkár úr és Holovics Huba polgármester úr. Kedves hívek, kedves Balatonföldvárak és Balatonföldvárt szerető emberek, egy 2000 fős kis város, kis település életében nagyon jelentős alkalomnak lehetünk a szemtanúi, hiszen egy olyan beruházás, egy olyan alkotás készült el ma településünkön, és került átadásra Püspök Atya által megáldva, ami úgy gondolom, hogy szimbolikus jelentőségű valamennyiünk számára, hiszen példaértékű volt, ahogy Péter Atya is említette, az az összefogás, az a munka, az a szervezés, az a kivitelezés, az a jó szándék és jó indulat, amely végig kísérte az ötlet kezdetétől a megvalósítás végéig ezt a folyamatot. Én nagyon-nagyon nagy tisztelettel köszönöm Püspök Atyának, köszönöm államtitkár úrnak, hogy itt vannak ma velünk. Legalább ekkora tisztelettel köszönöm azoknak, akik ezekben a munkálatokban tettel, pénzzel, adománnyal, hittel, szeretettel, pozitív gondolatokkal részt vettek, és ők is építették ezt a keresztutat. Sok-sok küzdelemben volt része, sokat segítette a földváriakat. Köszönöm szépen, Péter atya. Tisztelettel köszöntöm kedves Püspök atyát, polgármester urat, képviselő urat és kedves családját. Köszöntöm kedves földváriakat, atyákat is, akik eljöttek az ünnepségre, és azokat, akik nyaralóként, üdülőként vannak itt jelen. Egy évvel ezelőtt közösen ünnepelhettünk, talán ugyanilyen körben, ugyanilyen sokan. Csodálatos volt akkor megélni ennek a kápolnának, aminek mindenkinek szerintem a szívében ott van ez a kápolna, kicsi gyerekkorunk óta, felnőtt korunkban, és annak a megújulását, megszépülését olyan jó volt ünnepelni. Én akkor Kisszentterhédről beszéltem, és valahogy azt próbáltam önöknek, nektek kedves hívek átadni, hogy mindenkinek megvan a maga feladata és szerepe az életben. És hogy kinek mennyi adatot, 10 év, 15 év, 21 néhány év, mint az ő esetében, akár esetleg több, vagy évtizedek, azt nem tudhatjuk. De hogy ki mennyit tesz oda a kereszténységért, saját életén keresztül is, saját életében is, és a közösségen keresztül, abban mindannyian felelősek vagyunk. Kisszentterézebben hatalmas nagy példát mutatott nekünk. És olyan öröm volt számomra, na nem az, amikor Holovics Huba polgármester barátom fölhívott, és akkor azt hittem, hogy már megint a zsebembe kell nyúlni, de nem az enyémbe, hanem a közösségébe. És hát azt kellett volna mondanom, hogy Huba, ne haragudj, de már nincsen idénre több. Kicsit későn szóltál. De nem ezt mondta, és nem ezért hívott, hanem az ünnepség miatt. Hogy összeálltak sokan, és rengetegen adományból, közös erőfeszítéssel ezt a csodát létrehozták, ami itt van én előttem, előttünk, önök mögött. Köszönöm szépen mindenkinek azt az erőt, kitartást, anyagiakat is, munkásoknak, tervezőknek, mindenkinek, akik elkészítették ezt a csodát. Valahogy olyan érdekes is ez, hiszen kicsit, amikor én utána olvastam a keresztút járásnak, a történetének, akkor találtam egy olyan évszámot, 1518-at, pontosan 500 évvel ezelőtt, Szentföldön akkor állították az első 14 stációból álló keresztutat. Milyen jó, hogy a földváriak így emlékeznek erre az időszakra, adott esetben még nem is tudatosan. De mégiscsak hatalmas nagy üzenet ez,
mindenfel a világban. És én kérem is azokat, akik adományozóként, mesterként, tervezőként, bármilyen módon részt vettek szervezőként ennek a keresztútnak a felállításában, hogy a mindennapi életekben, életükben is merjék továbbadni a kereszténységet. Ahogy Püspök atya is a Szentbeszédben mondta, merjék fölvállalni minden nap. Ahogy az evangéliumban hallhattuk, hogy se tarisznya, se pénz, se ital, se étel, semmi nélkül mentek az apostolok, nem volt náluk sem mobil, semmi nem volt, és néhány év alatt, vagy néhány évtized alatt a kereszténység győzött. Még akkor is, hogyha pusztították. És higgyék el, hogy ebben ugyanúgy mindenkinek megvan a lehetősége, mindenkinek és a felelőssége is. Erre adjon példát és erőt most ez a keresztút állítás, és én köszönöm mindannyiuknak. Na de azért Huba nem csak úgy hívott engem. Tehát nem csak azért hívott akkor telefonon föl, hogy az ünnepségre jöjjek, hanem hogy egyszer látogassak el még az átadás előtt korábban ide Földvárra, mert a földváriaknak további tervük és kötelességük van. Én nagyon bízom benne, hogy tudok ebben segíteni. A terv az, hogy legyen itt egy olyan közösségi épület, plébáni épület, ami nem csak a földváriákhoz szolgálja, hanem adott esetben egész Kaposvári Egyház megyének ifjúságát, fiatalságát. Hatalmas nagy feladatunk van feléjük. Hatalmas nagy a kihívás, hogy tudunk nekik közösséget teremteni, közösséget nyújtani, táborozásokon részt venni, és hogyha most itt néhány hónap múlva egy döntés sikeresen fut át az adminisztrációnak a nagyon-nagyon nehéz körein, akkor nagyon remélem képviselőtársam segítségével is, és mások segítségével is, hogy itt egy olyan épülethez juthat hozzá az egyházmegye, a plébánia, ami nem csak a földváriakat, hanem még egyszer hangsúlyozom, Kaposvári egyházmegyének a fiataljét is fogja szolgálni. Isten áldja mindazokat, akik ezen a terven, és nem csak terven, hanem megvalósult keresztúton is részt vállaltak, szerepet vállaltak, és köszönöm szépen mindazoknak, akik akár önkormányzati vezetőként és képviselőtestületként, akár építészként, bármilyen módon is segítették azt a törekvést, ami nem más, mint a kereszténységet, hogy meg tudjuk mutatni, ki tudjuk hozni mások irányába is és elé is, és ezt meg tudjuk vallani. Köszönöm szépen, hogy ismét együtt ünnepelhetünk.